különös örömet jelent számomra, amikor veled együtt lehetek, és egy úttal annyi gyülekezetben lehetek jelen. Örvendek annak, hogy drága testvéreim, akiket ismerek, van, akiket kevésbé, nem ismerem mindennapi problémáikat. Jó lenne talán többet elbeszélgetni, többet találkozni, mert egyik hiányosság az ige hirdetéseinek az, hogy elbeszélünk egymás mellett, mert nem ismerik a problémákat, a kísértéseket, amelyek körülvesznek bennünket, és nem tudunk le a recepteket írni fel sem. És ezért sokszor a prédikációknak nincs hatása. Jézus azért volt eredményes, azért is volt eredményes, mert elvegyült az emberek között, ismerte az emberek problémáit, és mindig abból az életkörülményből merítette a prédikációkat, amivel küzdöttek, és abba tette bele az örömét, Isten országának az evangéliumát. Annyira tetszik nekem Jézus tanítása is, ő a példa, akire tényleg tekinteni kellene is. Ezt szeretném, hogyha mindenütt hallanák a világon. Azok is, akik szoktak ígét hirdetni, akik pásztori szolgálatot vállaltak fel, hogy Jézus mindig a témakörét abból választotta a mindennapi életből, amihez értettek az emberek, és abba próbáltak beletenni és megmagyarázni Isten országának az elveit. Ha asszonyok vették körül, akkor beszélt nekik a kovászról. Hogy kell 3 mércelitbe belekeverni, és hogy átalakítja a kovász a tésztát. Mert ahhoz értettek. A pásztor emberek között prédikált a hegyekben, a falvakban, akkor beszélt az elveszett bárányról. Hogy a pásztor nem elégszik meg azzal, hogy 99 ott van is, hát ha egy elveszett annyi, az nem számít semmit, ugye? Hanem megtanulni azt, hogy az egyes szám az Isten szótárában az mindent jelent. Tehát nem úgy van, mint az embereknél, mi azt mondjuk egy ember, aztán az semmi. Az igében azt találjuk, hogy egy bűnösnek a megtérésén örvend az egész meg. Egy bárányért ott hagyta az egészet és elment megkeresni. Vagy ha beszélt a kereskedőkkel, akkor beszélt a drága gyöngyről, hogy mindenét elhagyja is, elmegy, hogy találjon egy drága gyöngyöt. Ha beszélt a szántóvető embereknek, akkor beszélt a magvető példázatáról. Hogy milyen veszélyek vannak a búzának is, mennyi veszélyen kell átmenni addig, ameddig értékké válik, kenyéré válik és vérévé válik az ember. Ha a kertészek közt járt Jézus, akkor beszélt a liliumokról is, kérdést tett fel nekik. Mint nőnek a lilium? Miként növekednek? Úgy nőnek a kertészek, tudják, úgy nőnek, hogy korán reggel fel kell keljenek és kimenjenek és húzogassák meg egy kicsit őket. Hogy nőjenek. Nem. Befogadják az áldást, amit Isten küld, a napfényt, az esőt, a harmadcseppet, és úgy növekednek. Isten adja a növekedést. Az igehirdetés sokszor azt jelenti, hogy elbeszélünk egymás mellett is. Nem személyre szabott az üzenet az életünkben. Valahol mi kihullunk belőle. Pedig akkor van értéke az igei szolgálatnak, hogyha abban megtaláljuk önmagunkat is, találkozunk Istennel és találkozunk önmagunkkal. Én majd 2 ige verset szeretnék felolvasni ebből a célból, de amiről beszélni szeretnék, amit megosztani szeretnék veletek, azt azután fogom elolvasni. Mindenek előtt ad emlegesen még egyszer vissza is húzzam alá, hogy a bárány mennyegzőjén még van hely. Van hely. Hadd húzzam alá azt is, hogy a te kezed, hogy énekelt a testvérünk, a te kezed az tart engemet. Mert ha nincs az ő keze, akkor mi elsüllyedünk. Két igemes is az azonosságot keresem meg bennem. Egyik a Mikéás könyvének
hetedik fejezete, hetedik versében van. De én az Úrra nézek, és várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. A másik igeverset pedig olvasom Habakuk prófétától. Majdnem az utolsó versei harmadik fejezetnek, mert a 17. versétől olvasom, hogy egyértelműbb legyen a kijelentés. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföld nem termi meg ereségét, kivész a juh a szakolból, és nem lesz ökör az istállóban. De én az Úrra nézek, és örvendezni fogok az Úrban, és vigadozok az én szabadításom Istenében. Aztán ragozhatnám még ezt a kis kötőszócskát, hogy milyen helyeken, milyen célból fordul elő, milyen óriási jelentősége van egy ember életében, a döntéseiben. A 73. Zsoltárban is előfordul kétszer is, egyszer negatív értelemben, azután pedig pozitív vonatkozásban fordul elő, amikor aztán arról beszél, hogy de én az én lábaim már-már eliszamodtak, és ott álltam a bukás szélén. És aztán úgy fejezi be a 73. Zsoltárral, de én, hogy úgy álltam a bukás szélén, az azért volt, mert nem fogtam a kezemet. És most én fogom a te kezedet, te fogod az én kezedet. És tudom, hogy a sok hosszú küzdelem után dicsőségedbe fogadsz be engem. És amikor már úgy gondolják, hogy én nem vagyok, akkor is még én élni fogok. Ellenben a burján, a tövis, az már nem fog lenni. Sehol szentségem. Tehát a Szentírásban úgy negatív, mint pozitív értelemben sokszor előfordulhat és kötő szó, attól függ, hogy mire vagyunk hajlamosak, hova tesszük. Hogy de én ott álltam a bukás szélén, vagy pedig oda teszem ezt a kis szócskát, hogy Pál apostol mondta, de én egyet cselekszem. Vagy hogy mondja Mikeás prófétája, de én az Úrra nézek, és várom az én szabadításom Istenét. Vagy ahogy Habakuk mondja, de én, akkor, amikor úgy látszik, hogy mindennek vége van, én örvendezni fogok az Úrban. Az ige hirdetésnek akkor van értéke, sokszor mondják, hogy talán célozott valakit a prédikációban, az az ige hirdetés, amelyben Isten nem engedheti, hogy megcélozzon tégedet, és nem vagy benne, ebben az számodra nem jelent semmi. Tehát az ige hirdetésnek az a célja, hogy találkozzak benne Istennel szabadításával, és találkozzak benne önmagam állapotával, és ebből a találkozásból létrejöjjön a bánatot felváltsa a bánat helyét az öröm, a szabadulás érzete. És ugyanbár azt kérdik, hogy minek lehet akkor örvendeni, amikor kivész a juh a szakolból, a tején a istállóból, vagy mikor elsengednek a magok a barászában, és mégis azt mondja Habakuk által Isten, de én, akkor, mikor minden gyászol, én akkor örvendeni fog. Mert tudom, hogy közeledik felénk az a nap, amikor többet már ezek nem lesznek, nem lesz tél többet, hanem nyár lesz. Amit pedig szeretnék veletek megosztani most délelőtt, azt olvasom a Mózes második könyvéből. Egy nagyon ismert ígevers, de azt hiszem nem annyira, hogy nincsen benne, mindig új és új dimenzióban nem láthatom, vagy nem találkozhatok magammal. És mindjárt elmondom azt, hogy miért olvastam el a másik két ige verset Habakuktól és Mikeás prófétától. A Mózes második, ugye a 25. fejezetének a 8. és a 9. versét olvasom.
és készítsetek nékem szent hajlékot, hogy közöttetek lakozzam. Minden estől úgy csináljátok, amint én megmutattam néked a hajléknak a formáját, és annak minden edényét is, annak minden formáját. Milyen üzenete lehet az újszövetség népéhez ennek az isteni bejelentésnek? Mit jelent az én életemben ő? Mit jelent az a tudat, hogy ő velem van? És akár mi történik a Földön, ahogy olvastam az előző szövegekben, akkor, amikor mindenki kesereg, vagy mindenki reményvesztett, én akkor is tudjak örvendeni, és megtalálni az élet örömét, célját ő benne. Isten indítványozta ezt. Nem csak ott akkor Mózesnek, hanem ő tette meg az első lépést, és a Biblia első lapjain is már találkozunk egy szerető, egy kereső Istennel. És ő keresett meg bennünket, nem mi kerestünk őt. Mi hátat fordítottunk Istennek, elrejtőztünk is. Próbálunk elrejtőzni Isten előtt. Annak ellenére, hogy ő minden gyülekezetnek azt mondja a jelenése könyvében, hogy tudom a te dolgaidat. Nem tudom, örömét jelent ez a mi számunkra, hogy Isten ismeri lefekvésünket, felkelésünket, ülésünket, járásunkat, vagy pedig ez rémír a számunkra. Mert jobban szeretnénk azt, hogyha Isten kifelejtene valamit abból, amit szólunk, amit teszünk, ahogy fekszünk, ahogy kerülünk, ahogy járunk, ahol járunk. Isten, mikor bejelentette ezt, hogy építsetek nekem szent hajlékot, hogy köztetek lakozzam. Hát olyan nagy szükség volt az Isten jelenlétére, gondoljátok el több mint egy milliós tömeget vezetni, Noár népeket, akiket Isten tanított is, és az isteni tanításnak, ameddig eleget tettek addig, a Bálám szavaival éjek, azt mondta, hogy egy olyan nép, amely maga lakozik és nem számáltatik a nemzetek közé, víz ömlet a vedréből, és megöntözi a száraz földet. Tehát egy szép rendet látott ebben a táborban, mert Isten volt a vezetők, a tanítók, és közöttük volt. És nem volt olyan probléma, ha Istennel megbeszélgetett, nincs az életnek olyan zsákutcát, ahol Istennek ne lenne tanácsa, vagy nem tudna segíteni rajtunk. Volt, amikor Mózeshez mentek, és abszolút nem tudott volna segíteni, a Cillofát leányai hozzamentek, és azt mondták, hogy mivel nem volt fiú gyermek a családban, hogy az örökség olyankor nem száll át a leány gyermekekre, nem szállt át az örökség. És nem akartak lemondani az örökségről, azt mondták, hogy ők ragaszkodnak az atyai örökséghez. És Mózes Isten elé vitte ezt az ügyet is, és azt mondta az Isten, hogy igazuk van a Cillofát leányainak, ad ki nekik az örökséget. Tehát, ha Isten van közepette, Isten ott van a nép között, addig nincs zűrzavar, addig nincs megosztás, addig lelki békesség uralkodik. Isten azért ajánlta fel, hogy építsetek nekem szent hajlékot, hogy közöttetek lakozzam. De nem akármilyen. A te hajlékodat úgy csinálod, hogy te akarod, a te ízlésed szerint, a te beosztásod szerint. Természetesen neked is változik a gondolatod, és sokszor hallom az embereket elbeszélni. Most kellene építsek, most másképpen építenék, most tudnám, hogy kell építeni. És ha élni ezer esztendőt, mindig bontanád és építenél, mert mindig okosabb lennél, mindig jobban tudnád, miért kell építeni. De az Isten hajlékát azt úgy kellett építeni, hogy Isten akar. Nem az emberek a jónak látták. Azt olvastam, hogy vigyázz és pontosan úgy csinálj, ahogy ezt én mondtam neked. Attól ne térjél, ne legyen másik ízlés, oda nem ér be idegen semmi, idegen gondolat. Az úgy legyen, hogy ő tervezi. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek, egy kicsit úgy tapasztalom, hogy ha akarod azt, hogy a gyülekezet unja a prédikációt, akkor beszéljél a dánieli állóképről, és magyarázat, hogy még fény mit jelent,
és a testvérek el tudnak jól rajta aludni, és unják is, mert őket nem érdekel a történelem, kíván egy néhány van, akit érdekel. De én azt tudtam kérdezni, hogy a kő érdekel? Ha nem érdekel az állóként, nem érdekel a birodalmak. A kő, amely leszakad emberi kézérintés nélkül, és eltöröl minden birodalmat. És az a birodalom nagyjá lesz, és mindörökké megmarad. És az ő népe országolnak örökkön örökké ebben a birodalomban. Ez érdekel? Ha ez sem érdekel, akkor miért vagy adventista? Akkor az a neved, hogy élsz, de halott vagy. A szentély tanak. Érdekel valaki? Azért van annyi vallás, különösképpen testvéreim a keresztények között, mert nem a szentély tanának az értelmén, az ismeretén alapszik a keresztény tanítás, a megváltást. Nem a szentély tanán keresztül prédikálják, hanem elképzelést. Márpedig helyesen a megváltás történetét csak azok tudják tanítani, akik ismerik a szentély tanát. A szentély tanának nevezzük azt az épületet, amelyben kifejezés jut, amelyből Isten azt mondta, építsetek nekem szent hajlékot, de pontosan úgy, ahogy én azt megmutattam. Attól ne térjél sehol. Nincs embered hozzá? Én adom, kiárasztom az én lelkemet, akár fedelet készítők, akár klínádát készíteni, akár edényeket készíteni, akár szöveteket összerakni, színeket összerakni. Én adok bölcsességet az embereknek, hogy azt meg tudják pontosan úgy csinálni, ahogy én nekem azt megmutattam. Erről szeretnék beszélni, mert ezen a területen is. Meg kéne előzze az, hogy elmondjam azt, hogy Ellen White arról beszélt különösképpen, de ezt érezzük is, ha nem írná, akkor is egy kicsit úgy körültekintünk, azt mondanám, hogy tökéletesen, mintha mostanában készítve a fénykép, tökéletesen azonos vele. Hogy a tanításnak minden szele fújni fog. És most az internet egy ilyen háborúsdít játszó területnek, ahol háborúznak a nemzetek, ahol háborúznak a politikusok, ahol háborúznak a vallástanítók, a nagy emberek, és annyi mindent össze-vissza beszélnek, hogy, és mind Jézus nevében jönnek és prédikálnak, és magyarázzák így, és magyarázzák amúgy. Mert ha eltértünk attól a szabványtól, amit Isten lefektetett a megváltási tervben, annak alapján, hogy nekünk a Szentély az bemutatja, akkor már is rossz helyen vagyunk. Én most egy sorozatot kezdtem el a Speranza TV-be, igaz, még nem jutottam el, csak vagy három ége szolgálatot tartottam, de legalább vagy hetet körülbelül, hogy ha össze tudom sűrűsíteni ebben a szentély szolgálatát. Miért tartom fontosnak? Egyszer azért, mert az egész szentély szolgálatának a középpontjában maga a bárány áll, a vér áll. Az egész rendszernek a központjában a vér dominál. És miért nagyon fontos ez? Azért, mert vér nélkül nincs bűnbocsánat. Isten nem a szakálladot nézi, nem azt nézte a zsidó bácsiknak, nem a haját, hogy fekete vagy fehér, hanem azt mondja, én által megyek ezen az éjszakán, Egyiptom földén, és én csak a vére tekint. Nem, hogy milyen a hitvallásod, nem arra tekintek, mi az elképzelésed, hanem én a vére tekintek. Akik elfogadják az isteni utasítást, lesz egy menekülési útvonal, kidolgozva. Ahol az őrangyal, ahol a halál angyala nem éppen ilyen. De ez csak ott lesz, ahol ott lesz a vér, a szemöldökfán és az ajtókép. Másutól nem lesz ott a vér, ott lesz halott. Egész a faraó házáig. A szentély tanát tehát két fő üzenetet tolmácsol felénk az emberek felé. A bűnnek borzasztó erejét is bomlasztó, halált okozó hatalmáról beszél a szentély szolgálata a vérben. A másik oldalon pedig beszél az Isten végtelen szeretetéről, ami az örökké valóság tárgya lesz a megváltott népnek és az el nem fogadó lényeknek. Örök tantétele lesz. Tehát a szentély tanában
Láthatjuk Istennek mérhetetlen szeretetét a vérben, láthatjuk a bűnnek borzasztó, halálhozó erejét a vérben, mert a bűn zsoldja is a halál. Szeretnénk látni ezt a házikrót, amelyről Isten azt mondta, hogy ezt nekem készítsétek, hogy néz az ki. A Biblia leírja, ahhoz külön idő kellene felsorakoztatni, hogy milyen oszlopok, hogy voltak csinálva, milyen színűek, milyen anyagból voltak készítve, milyen céllal, mire mutat. Tehát ezeknek mindnek óriási jelentősége van. A legfontosabb, lényegesebb dolgot találhat. Tudnék segíteni valamit benne is. Elmondom azt is, hogy miért. Azért, mert az adventista szószékről itt jelennek meg a mi Krisztusok. Itt, az adventista szószéken. Nem katolikus papokra gondolok, semmi más egyház, hanem adventista prédikátorra. Innen fog elhangzani a hamisítvány. És már ez is kezdődött, és már ebben a sűrűjében megyünk bele. És sokszor fájdalmasan kell elkönyvelni azt, hogy olyan dolgokat lehet hallani, amit a testvérek nem erősíti, és nem meggyökerezteti az igazságot, hanem hitetlenséget hint el. És még azt a parányi hitet is, amivel rendelkezünk, azt is megmozgatják a lábunkkal, úgyhogy bizonytalattal. Hadd kezdjük el ennek a háznak a külsejében. Valamit mondjak el róla, hiszen azért volt szükség arra, hogy Isten azért ajánlkozott be, hogy köztünk lakozzon, mert tudta azt, hogy a bűnnek rabszolgái vagyunk is, hajlamosak vagyunk a bűnre, és annyit termelünk, annyi bűnt ki, és megoldást akar Isten ezekre adni. Nem gondoljátok, hogy abban az időben nem volt kísértés az, ami most kísértés. Hogy az emberek akkor is pletyósok is voltak. És abban az időben is haragtartók voltak. És abban az időben is éjszakákon keresztül mi ment a táborban végbe. Azt Isten mind tudta és látta és arra megoldást akart adni. Hogyha valaki védkezett is, és bekerült a sátán csapdájába, akkor tudjon megszabadulni bűnétől. És ezt a házat, amelyet Isten kért, azt felállították a tábor közepében. Magasabb volt a többi sátraknál. Ennek a sem a belső, sem a külseje nem hasonlított a többihez. Sem az udvara nem hasonlított a többihez. Sem a kerítése nem hasonlított a többiekéhez. Azt mindenki kellett lássa, hogy úgy körülbelül ott volt felállítva, hogy a törzsek egyforma távolságról tudják elérni a legtávolabbba is, tudjon elmenni a problémájában. És akinek voltak problémái, azok vitték az áldozatot úgy, ahogy elő volt írva, mert a bűnsorgya alá a védkezett, akkor annak tehetsége szerint is Isten arra is kiterjedt a szegény embernek. Elég volt a gerince, alapfia, még egy közembernek elég volt egy bárány, egy kecskedődője, egy papnak, ha védkezett, vagy egy fejedelem, egy király védkezett, annak nem volt elégséges a bárány. Annak borjuk kellett vinni. És tudjátok miért? Azért, mert mindennek volt üzenetértéke. Annyival nagyobb a bűn, mikor egy vezető követel bűnt, annyival nagyobb a bűne, mint egy közemberi, amennyivel nagyobb a felelőssége és a világossága. Arról beszélt az áldozat. Nem úgy, ahogy nekem mondta egyik kollega, hogy te tanuld meg azt, hogy mikor egy pásztor azt mondja valamiről, hogy ez fehér, akkor ott nincs magyarázkodni való, akkor az fehér. Akkor is a fekete. Tehát ha hazudik, akkor sem mondhatsz ellene. Nem tudom, legújra írja ezt. Az enyém nem így írja. Hanem azt írja, hogyha vezető ember és a vezető bűnéről, azért szoktam sokszor beszélni, azt mondják, hogy vezető ellenes. Nem.
Nem. Hanem azért, testvéreim, mert amilyen volt a vezető Izraelben, olyan volt a nép. Ha istenfélő volt a király, akkor istenfélő volt a nép. Ha bárványimádó volt a király, bárványimádó volt a nép. Ha elhagyott a papság, akkor feszítséget kiáltott mindenki az igazságra. És szabadságot Barabásnak. De az úgy van most is. Ezért, testvéreim, kell beszélnünk arról, hogy Istennél ember van. És mindnyájan bűnösök vagyunk. Egyenlőségben vagyunk. Abban van különbözet, hogy van megáltalkodott bűnös, aki nem ismeri el, vagy van bűnbánó bűnös. És Isten a bűnbánó bűnösök számára készítette el a menekülés útját. Képzeljétek el, a tábor közepén, ott volt az Isten sátor, és amikor valaki akár verekedett, akár lopott, úgy, mint Ákán is, mert ott is mondom, történtek problémák, hibák, akkor vette a bárányt és vitte az Isten sátora felé, és mivel találkozott legelőször a kerítése? Tudja valaki, hogy miből volt a kerítése a Szent Sátornak? Milyen színű volt és miből volt? Fehér. Lemászom. Köszönöm. Így egész a kép. Tehát fehér lemászom volt. Én rész talpakra volt. Téve, azok fogták össze kapcsokkal. A külső részek azok részből voltak, ahogy mentek befele, úgy sok minden már ezüstből készült, aztán a legközponti szerepet, amit játszottak, azok pedig aranyból készültek. Amikor meglátta a védkező ember ezt az Isten házát, úgymond, és látta, hogy micsoda szentség veszi körül Isten, mert a fehér szín a tisztaságnak a szimbóluma, mindenütt azzal találkozunk, nem csak az Ózói Szövetségben is fehér ruhákkal. Tehát most gondoljátok el, aki teljesen bűnben merült el, hogy megy az Istenhez, bűnbocsánatért, de vajon talál-e megértése, meghallgatása, vagy halál lesz az osztály része, vitte a bárányt magával is. Ahogy közeledett a kerítéstől a bejáratig, a kapuig, ott már a reménysége nőtt, ahogy közeledett Isten felé, a bejárat felé, és úgy volt elkészítve Isten, azt mondta, hogy olyan színekből állítsa elő, hogy a bűnös embert ne eltaszítsa, hanem hívogassa a megtérésre, a bűn rendezésére. Milyen színből volt a kapja? Piros. Kérem? Piros. S még? Karmasin. Kék. Igen. Tehát bíbor piros, karmasin színű és kék színű. Ebből volt összeszőve, ami hívogatólag hívott, hogy be lehet lépni ezen a kapun. Bejárata van ennek a háznak. Tehát fogad Isten bennünket, ez az ő fogadó terve. És akar rajtam segíteni. És a bűnöm skálát pirosa. Ne féljek, menjek az Istenhez, mert fehérek lesznek, mint a hó. És higgyem el azt, ami nekem lehetetlen. Istennél lehetséges, mert a megoldás nem bennem van, sem az erő, azt mondta Ezékiás király, nincs mi bennünk erő, szemeink terjárt néznek, feltekintenek az Istenre, mert onnan jön a szabadulás. A kék szín az eget szemlélteti, ahonnan jött hozzánk a szabadító, az égből, mert tudta, hogy az atyától jött és az atyához megy. Tehát hívogatólag hívogatott ez a kapu, hogy lépjünk be bátran. Amikor a kapuhoz mentünk, a pap már várt. És megkérdezte, hogy miért hoztam ezt az áldozatot. És el kellett mondja, amit elmondtam, csak az nyer bűnbocsánatot. Amit megtartok és elfedezem, az nem nyer bűnbocsánatot. És rátette a kezét, a bűnös kellett rátegye a kezét a bárány fejére, és elmondja úgy, ahogy történt a bűneset. És azután átadta a papa kést a bűnözőnek is, ő kellett megölje, ő kellett okozza a halált, ami tanította őtet arra, hogy a bűn zsoldja a halál, és én most meg kellene halljam, de van egy helyettes áldozat. És átveszi az én bűnömet szimbolikusan. És azután ebből a vérből vett fel a pap is, és bevitte a szent helyre. Vagy megkente az oltár szalvát, a jövetétel oltárnak a szalvárát,
Vagy hintett a függöny felé, amely elválasztotta a két helységet egymástól. Tehát mindegyik esetben Isten szín elé vitte az ügyet, és vitte a vért, hogy a bűnös halála bekövetkezett, ime itt a vére. Tehát nem kellett a bűnösnek meghalni, mert nem a bikák hanga meg a bárányok vére törölték el a bűnt, mert az összes vér, ami elfolyt évszázadokon, sőt évezredeken át, egyetlen bűnt sem tudna eldörölni. Hanem, hogyha láttad ebben az áldozatban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit, ő ráhelyezted a bűnöket, amikor a bárányfejére elolvastad, és a hitben láttad a megoldást Jézusban, akkor volt értéke, másképp csak egy ceremónia volt. Nem segített semmit rajta. Ez történt tehát az első helyen. Ott volt a rézoltár, ahogy beléptünk az udvarba. Na és itt történt az elszámítás elődeink, pionőrjeink életében 1844-ben, hogy várták azt, hogy Jézus el fog jönni a földre, és milyen örömöt jelentett az, hogy elérkezik a szabadulás napja, és ide, és ki volt gyűzve a dátuma, és énekkel fehér ruhába várták, hogy Jézus jön vissza. Tehát maga a kiszámítás nem volt rossz, mert tulajdonképpen a szentély tanán épült fel ez a tantétel is, amit mi adventisták prédikálunk és hirdetünk az embereknek. Nincs más egyház, aki foglalkozik ezzel a szentély tanának a fényében. Hogy mi kezdődött el 1844-ben, ahhoz ugye be kell menni a szentélybe, először a szentek szentélyben. És hitben ezt tették elődeink, és ezt tanulmányozták. Éjszakákat, tehát hetente 3 nap és 3 éjjel, minden héten bőttel és imával tanulmányozták, és amikor nem tudtak egyértelműen jutni, olyankor Ellen White kijelentéseket kapott Istentől is, megmutatta is, lefektették az alapokat. És most ezeket az alapokat próbálják szétszedni. És nem csak az ellenség külső támadás, hanem a benti doktorok, akik teológián doktorizáltak. Ők szedik széjjel azt, amit imádkozó, bűnbánattól meggyötört emberek lefektettek, amit hirdetni kell az egész világon, hogy van a bűntől való szabadulás és van megváltás kik számára, akik ráhelyezik az Isten bárányára, bűnéket megvallják, azok szabadulnak is. Nem csak bűnbocsánatról, hanem bűntörlésről is beszél a szentélytan, ami közt nem is tesznek különbséget a keresztény egyházak, nekik mind egyre megy. Bent az udvarban nem csak a rézoltár volt, amire rátették az áldozatot is, miután vettek a vérből, elégették az áldozatot, hanem ott volt egy mosdómedence is, még az udvarban, ami mosakodással szolgált, tulajdonképpen megtisztulási rendeltetése volt. Volt egy bizonyos, amiről nem igen írnak, pedig van jelentősége, csak azért nem beszélnek róla, mert az igazi tükör, az benn volt a Szentek Szentében. Isten törvénye, ami jogapostól azt mondja, hogy olyan, mint a tükör. De volt egy, abban az időben még nem volt tükör olyan, amilyen nekünk van most, hanem rész volt ki csiszolva, résztükör volt, amiben látták magukat, és mielőtt bementek volna Isten elé, annak előtte rendeket legyen a zöldözet, a ruhája. Ez volt tehát a külső részben, és mivel nem tanítják a szentélyt talált a megváltásban, ezért a jelenések könyvében, amikor azt mondja, hogy látta az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek Jézus bizonságtételért, és kiáltanak éjjel és nappal, meddig nem ítélsz még, Uram, és nem állsz bosszút, ami vérünkért azokon, akik a Földön vannak. Ezt a szöveget nem érti Kálvin János, azt mondta, hogy egy olyan kupolaszerűség, nem látta, neki nem volt megmutatva, mint Mózesnek, de azért beszél róla, hogy egy ilyen kupolaszerűségnek lehet elképzelni, amivel le van fedve egy olyan mélység, ahol ott van a
lelke a szenteknek. Mert ugyebár, mikor meghalnak, akkor az ember halhatatlan. Ugye elfogadtuk Sátán tanítását, aki először kitalálta azt, hogy bizony nem haltok meg. És a szószékek ezért vannak, hogy Sátán üzenetét adják tovább az embereknek. És minden temetésen különösképpen lehet hallani azt, hogy már a lelke ott van fenn a mennyben. Azóta aztán módosítottak rajta, hogy még Károlin azt mondta, hogy ilyen fél gimber állapotban vannak, ilyen fél szúnyogáló állapotban, de néha felébrednek és kiabálnak, hogy már jöjjön el a teljes üdvösség és szabaduljanak, legyenek szabaddá. Hogy ezt így mondják és nem tudják hova tenni ezt a jelenések szöveget, hát ez is azért van, mert nincsenek tisztában vele, vagy az advent biogyörök sem voltak tisztában vele, hanem a pitvart kihagyták, és elfeledkeztek arról, hogy mi földünk nem a szentély, hanem a pitvarhoz hasonlít. Mert a jelenések ő azt mondja, hogy a pitvart azt meg nem ír, de azt kihagy. Az a pogányoknak adatot, hogy tapadják. Tehát a pitvarnak a földünk van nem lesz. És amikor azt olvasták Dánielnél, hogy megtisztul a szent hely, akkor arra gondoltak, hogy a föld a szent hely, és eljön Jézus, és eltörli a bűnt is, és beteljesedik, hogy megtisztul a földünk. Tehát nem magában az időpontban volt a tévedés, hanem a helységben volt a tévedés. Márpedig a pitvarnak más az rendeltetése és szolgálata, mint a belső része a szentének, vagy a szentek szentének. És itt volt a baj vele, hogy ezért nem értik a keresztények sem azt, nem tudják megérteni, hogy kiabálnak a mennyben az oltár alatt azoknak a lelkei, akiket megöltek. Hát nem a mennyben kiabálnak, hanem az oltár alatt vannak. Az oltár pedig, hol volt az oltár? A rézoltár, ahol vitték az áldozatokat, ahol folyt a vér, ahol ölték meg, volt olyan nap, amikor 100 000-vel ölték meg egy-egy ünnepek alkalmával a bárányokat. Egy-egy ünnepen több 100 000 öltek meg. Patakban folyt a vér. És hogy? Hogy a mi földünk, a pitvar. Itt a rézoltár. Itt halt meg az Úr Jézus Krisztus és a Golgotai nagy oltárán. Itt a pitvarban. Itt hullik a vér. És szimbolikusan kiállt a vér, ahogy mondja Jézus, kiállt az Ábel vére. Kiállt az igazságtétel, vagy ahogy mondja a proféta, ellenet kiállt a gerenda a falból és a kő az alkotmányból. Vagy hogy ellene kiállt a harácsolóknak, a terhetetleneknek, a zsarolóknak ellene kiállt a szegény ember bére, a napszámosok bére kiállt az Istenhez. Mindenütt azt akarja szemléltetni, az igazság szolgáltatás. Meddig tűri még Isten az igazságtalanságot? Mikor jön el az ítélet ideje? Félsz az ítélettől? Az ítélet örömhírt jelent. Mert mindenkinek az ő cselekedete szerint fog megfizetni Isten. Tehát az ítéletet hirdeti meg. És ha ismernék azt, hogy az oltár, ahol a vér kiállt a mi földünkre, a szentek vére kiállt Istenhez, szimbolikusan, hogy mikor jön el az ő országa, mert ez az igazság, a békesség és biztonság hajléka mindörökké. Ez a megváltás. És ezért nem tudják, hova tegyék a szöveg. Tehát a szentétana nélkül nem tudod megérteni. És aztán, ha beljebb megyünk ugye a szentében, akkor ott látunk bizonyos bútorzatot, mert nem csak a méreteit adta meg az Isten. És nem ezek a fontosabb részei, elemei a szentétanának, hogy hány méter volt erre, hány méter volt arra, hány méter magas, hány méter ez. Nem ezek részletek. Nem ezek a fontosabbak. A fontosabbak benne a bútorzat is, amire tanítani akar bennünket, és a szolgálat, amit végeztek ezeken a helyeken. Az első részében, az udvarban milyen szolgálatot végeztek? Milyen szolgálatot végeztek a szentélyben benne? Milyen bútorzata volt a szentélyben? Kint volt a rézoltár és a mosdómedence.
a szentélyben volt a szent kenyerek asztal egyik oldalon, másik oldalon a gyertyatartó, éjpánkor a gyertyatartó, a függőn közvetlen a függőn előtt, ami elválasztott a két helyet, ott mi volt? Füstölő oltár. Aranyfüstölő oltár, ahol nem bárányokat áldoztak fel, hanem tömény mirhánti újjadattal terminek a szentély. Ennek az aranyoltárnak a szarvára is volt, amikor apott kent a vérből. Tehát attól függött, vagy spiccelt hétszer a függőn felé, ahol belül a belső rétben kérte a törvény, a bűnsorgja a halál Isten törvénye, és vitte a vért, hogy mi meghalt a bűnös vérkezdett, és meghalt itt a vére. De ezek a bútorok is beszélnek, és minden benne levő szolgálat, és minden bútorzat első dimenzióban Jézusról beszél. Ő az élet kenyere. Nála nélkül nincs élet. Ott kell legyen az életedben a szent kenyerek asztala. A nyitott Biblia javítja meg a helyzetet. Ahol nincsen Biblia, uralkodik ott sötétség, nem lehet ott békesség. Énekeljük az énekben. Tehát a szent kenyerek asztalán mindig friss kenyér kellett felre, akkor legyen táplálékot, teje a szolgálat. Szolgáló papok számára. Jézus pedig arról beszél, hogy ő az élet kenyere. És az az ige, amit ő mond el nekünk, a beszéd, amelyeket én szólok, lélek és élet. Hogy meg kell enni ezt, Jánosnak azt mondta az angyal, ezt a könyvecskét, nyitott könyvecskét, edd meg. Tehát arról beszél, a kenyerek nem azért voltak odatéve, hogy eltenészedjenek, hanem azért, hogy életet adjon és megegyék. Tehát életünkben ott kell legyen az Isten beszéde, az Isten igéje, ami életet ad és vérünké kell legyen. Amikor Jézus erről beszélt, egy prédikáció sem volt olyan botrányos Jézusnak, mint amikor erről prédikált. Akkor elhagyták a sok tömeget, tanítványok, akik eddig erről helyre követték, elhagyták és azt mondták, ez már túlzás, hogy aki nem eszi az én testemet, nem iszza az én véremet, annak nincs élet. Jézus pedig ezt a beszédéről mondja, a beszéd, amiket én szólok, az lélek és élet kell legyen. Azt meg kell lenni, az el kell jusson a szívnek, a belőknek megosztásai. Meg kell változtassa a gondolatokat, a szívnek indulatot. Ott kell legyen tehát Jézus élete, az íge, az írott íge és a testet öltött íge nem két dolog, egy és ugyanaz, az íge testélő és lakozik mi közöttünk. Amennyire becsüled az ígét, amennyire befogadod az ígét, annyira becsülöd Krisztust, annyira fogadod be életedben Krisztust. Tehát a szent kenyerek asztala Jézusról beszél, hogy ő az élet kenyer. Az aranygyertya tartó, amely bevilágította a szent helyet, az is Jézusra mutat, hiszen ezt is ő mondta el, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, az nem járhat a sötétségben, mert nincs közössége a világosságnak a sötétséggel. Istenben nincs sötétség, benne sem lehet sötétség. De hát az első dimenzióban, először is, az első leosztás szerint, minden Jézusról prédikál a bútorzat és a benne levő szolgálat, azt mondta. De nem csak Jézusról, hanem te is vele vagy foglalva a megváltás tervében. És te is kell legyél világvilágossága, és te is kell legyél az, aki osztod és viszed az élet kenyerét. És hinted is, azt mondja Bölcsalom, vesd a te kenyeredet a víz színére. És sok nap után megtalálod azt. Neked is ez a szolgálatod, ami Jézusnak. Légy világosság ezen a világon, és légy az, aki viszed az élet kenyerét az embereknek. Mert az általati rendszerben nekünk is részt osztott Isten, meg kell találni mindenki az ő részét. Az, hogy a Róma 12.1-ben, hogy szálljátok oda a ti testeteket és lelketeket Istennek élő kedves áldozatul. Tehát áldozati rendszer van bizonyos értelemben ma is, az kell legyen.
Önmegtagadás, áldozat, vállalás. Aztán ott volt az aranytömjénező oltár, amíg ugye beszélt arról, hogy éjjel és nappal jójulattal kellett betöltve legyen ott a lég. Beszél arról, hogy Jézus, amit írnak a példázatában, amikor összedzi az özvegyasszony kérését, hogy Isten nem áll így bosszút az ő választottait, akik, tudja folytatni valaki? Éjjel és nappal. Köszönöm. Imádkoznak ő hozzá. Éjjel és nappal. Éjjel és nappal kellett szállni a jó illatot, önmérítőséget. Istenhez, ami az imádságot szállítani. Isten nem megy szabadságra. Isten nem mondja azt, hogy na most már elég, most már szunnyadni kell, mert nem szunnyad a te őriző. Nem az. Küldhetett hozzám a segélykiáltásra a ti éjjel és nappal. Arról beszél az aranytömjémező oltár, hogy ahogy a szüntelen kellett égjen, Jézus azt mondta, hányszor kell imádkozni? Hogy határozta meg? Szüntelen. Semmiről nem mondta. Az csak a lélegzés, hogy Ellen White hasonlítja az imádságot a lélegzéshez. Csak a lélegzés az, hogy szüntelen kell. Amikor abbahagyod a lélegzést, akkor megszüntél élni. A tömjéfűs kellett szálljani helyes nappal, ami az imádságot szemléltette. Jelenések könyvéből beszél róla, hogy a mi nagy főpapunk tömjénező oltárt tart a kezében, és az ő érdemeit teszi hozzá, a szentek könyörgéséhez, és úgy száll fel az Isten elébe, meghallgatásáért. És egyszer ezt a tömjénezőt elveti, ledobja a földre, és lőnek villámlások, a mennydörgések és szózatok, azaz elkezdődik az első csapás, amikor Jézus példahagyja közben járunk el. Tehát itt is találkozunk az árnyék és a valóság, amit Jézus végez. Pál apostol oda sorolja a zsidókorét levélben az aranytömjénező oltárt a szentek szentélyhez. Ne senkit ne botránkoztasson ez meg, mert valóságban a szentélyben volt az aranytömjénező oltár, mégis oda sorolja a szentek szentélyhez, mert oda szólt a szolgálata. Mert a függöny fent nem ért fel a plafonig, és nem ért le a földig. Fent is hézag volt hagyva, lent is hézag volt haladta. Ez volt a kárpit, a függöny, ami körülbelül a négy is vastag szövet volt, direkt erre a célra angyalok voltak ráhímezve, és fent is, és alul is a jó illat ment be a szentek szentébe, ahol volt az Isten trónja. Tehát a szolgálata oda szolgált be a szentek szentébe, azért odasorolva a szentek szente oltárához. Aztán beszélhetnénk a szentek szentéről, ugye, ahol egy évben egyszer ment a pap, nem bűnbocsánatot kérni, bűnbocsánatot nyertek a szentélyben, a pitvaron át, a véren át, bűnbocsánatban részesült a 10 éven át, de volt egy nap, amikor végleg törlődött a bűn. Nem csak megbocsájtást nyert, hanem törlődött is a bűn. Többet nem terhelte őket, abszolút. És ezen a napon bevitte a négy bűnét bűntördés érdekében Isten színelébe. Egy kezdjapoknak a vérében vitte be a nemzetnek a bűnét, és arról is érdemes volna szót ejteni, hogy viselkedett a nép ez alatt az idő alatt, mikor az engesztelés történt. Kint imádkoztam. Olvastam, nem tudom, Flaviustól olvastam, valami zsidó történetírótól, hogy mintha hallani lehetett volna az angyalok szárnyának a csattogását. A nép le volt borulva a földre, le voltak feküve, és a nyögés, a sóhaj szállt fel, és az angyalok leplék el a tábor. Ez egy olyan nap volt, amikor szombatok szombatjának nevezik, amikor ezt bőtöléssel, sanyargással kellett megélni a bűntől teljes szabadulást, a bűntörlést. Na és mielőtt tovább mennék, az advent küldetés,
hogy mi nem egy egyház vagyunk a sok egyház között, hanem nekünk van egy üzenetünk, amit nem hirdet egy egyház sem. Mert nem a Szentlélek tanának az alapján hirdeti a megváltást erre. Hogy itt találkozunk a valósággal, amikor Jézus most 1844-től ezt a szolgálatot végzi, hogy bűntörlést végez. Olvashatnám az igéből. Egy igéves az, hogy nem szoktam nézni az órára, csak nem az összpontos, hogy van, aki az órára összpontos, és van, mert a kezelében van egy. Olvasom az igét. Apostolok cselekedete 3. fejezetének a 19. versét. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljön a felüdülés ideje az Úrnak színétől, és elküldjenektek Jézus Krisztust, akit az égnek kellett befogadni a mindenben, amíg újjá teremtetnek minden. Itt egy sorrendben legyen. És az a munka lényegében, amit Jézus végez, és ami következik, ami meg kell előzni a megtérés, ami nem más bűnismeret, bűnbánat, bűn jóváltevés, aztán bűnbocsánat, és bűntörlés, a felüdülés ideje, késésű kiárasztása, Jézus Krisztus főpapi szolgálata, és utána pedig Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele. Tehát bizonyos állomások vannak felállítva a történelemben, ahogy következnek az események sorrendje. Visszatérve a Szentélyhez most, a beszélnünk még a kérubokról, miért két kérub volt felállítva, mert két rész maradt az Isten oldalán, a törvény mellett, egy harmad része ördögé vált, vádolóvá vált, sátánná vált. Aztán, ha beszélünk a villánáról, ugye amíg kívül is belül be volt borítva aranyjal, és benne volt az Isten törvénye, a fedele pedig az külön szerepet játszott, az volt a kegyelem táblájának hívták, vagy a sekinának, ahol Isten dicsősége megjelent a két angyal között a villána tetejénél, e volt a kegyelem táblája. És még ott volt az aranyvannás kósor és az áron kivirágzott veszélye. Ez volt a szentek szentében. Természetesen minden fontos mondani, hogy olyan üzenete van, az időnk az lejárt. Ellenben annyit még hadd tegyek hozzá, hogy óriási tévedés, tehát nem csak a Rézoltárnál vannak tévedésben a nagy kereszténység, és nem csak a bűntörléssel nincsenek tisztában, és nem csak az időponttal nincsenek tisztában, hanem azzal sincsen tisztában, hogy Isten törvénye sérthetetlen, érinthetetlen. Eltöröltek a törvényből, kivágtak belőle, negyedik parancsolatot kivették, a második parancsolatot kivették, a negyedik parancsolatot meghamisították. Tehát hozzányúltak, elfelejtik azt az emberek, hogy és azt mondják, aki ragaszkodik az Isten törvényéhez, hogy kiesett a kegyelemből, és az törvényből akar megigazolni. Testvéreim, óriási tévedés. Itt ezért helytelen az ismeret, a megváltás tervének az ismerete. Mert a törvényhez csak úgy lehet hozzanyúlni, ha hozzanyúlsz a törvényhez, hogy azon javítgass, vagy vésír belőle, egyszer le kell vedd a fedelét, hogy tud kivenni, és tudj rajta formálni, és másítani. Már pedig ha a fedelét levetted, akkor kiestél a kegyelemből. Mert véletetted a kegyelmet. És ezt kellene halszodjon a szószéketen, erről kellene beszéljenek az embereknek, mert mindaz a sok kérdés, amit az embereket gyötri és annyi szenvedést okoz, az mind ebben gyökerezik. Hogy helytelenül tanítják és hibásabbak az egyház vezetői, mint a politikusok. Mert ők kellene ismerjék, hogy a sok kérdés az isteni válasz az Ézsaiás proféta 24. fejezetében fölteszi a kérdést, és ez minden kor kérdése volt, minden nemzedék kérdése.
csak nem kapták meg rá az isteni választ és feleletet nem adták tovább, akik erre hivatottak. Fölteszi a kérdést, miért gyászol a föld, és miért lakolnak a rajtalakok? Miért a sok könyv szenvedés, miért a temetési menet? Miért a sok elvállás, a sok gyötrelem? Miért? És Isten megadja a választ. Mert áthágták az örök törvényt, megrontották a szövetséget. Ezért ilyen gyászos az állapota a földünknek. Ezért hánykolódunk minden egy iránytű nélkül maradt csónak az óceánon. Nem tudja merre észak, merre dél. Mert félretették az iránytű. Persze üzenet értéke van. Még az aranymannás kósónak is üzenete van. Addig szedték ezt cserépkósóba, itt az utolsó mannát, azt egy aranykósóba kellett összeszedni, és az nem romlott el. Nem romlott el. Nem egy napig, egy hétig, kétig, hónapig, én is nem romlott el. Ott volt benne az Isten közelében. Amiről beszél Jeremiás próféta 18. fejezetében a cserépkósóról, amely elromlott az edény. Azt ugye is elromlott az edény. De a fazakas mester nem hagyta fel, hanem újra készítette, újra gyúrta és újra készítette, és azt mondja, hogy jobbat készített belőle, mint eredeti tervében volt. Mert Isten sokkal jobbra készít, mint eredeti tervében, mert Isten teremtett bennünket igaznak, nem örök életűnek, nem halhatatlannak. Az emberek pedig kerestek sok kigondolást, ezért halandók lettek. Az íge pedig arról beszél a Korintus felekezét levelében, most isteni halhatatlanság, de elvettetik halandóságban, és feltámasztatik halhatatlanságban, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben, elvettetik gyalázatban, feltámadt dicsőségben. Tehát, akik a jó cselekedetben állhatatosak maradnak, mondja Róma 2.7-ben, azoknak Isten fizet dicsőséggel, tisztességgel, halhatatlansággal egybe. És ez már aranykósó lesz. Nem ilyen nagy a cserépenének. Akik mennek a kultnál, a prédikátor 12-ben mondja, hogy megy a kósó és beletörik a kultba, és az utcán körül járnak a sírók. Ez a cserépkósónak a sorsa. De itt nem ér véget. Isten ebből a cserépkósóból aranykósót készít. És Istennel lesz lakhelye ezzel fejeződőben, jelenésekről 21. fejezetében. És kiást hallottam egy nagy szózatot az égből, ami ezt mondja, hogy Isten sátor az emberekkel lakozik. És az ő Istenük lesz, és az ő gyermekei lesznek. Isten közelségében lesz, a szentek szentében lesz az aranykósó, mindvégig Isten közelségében megváltott ember. Milyen dicső szabadulás, elkészítette Isten a szabadulás útját. Ha valaki nem fogadja el a szentélytanát, vagy átértelmezi, vagy átteologizál, és azt mondja, jaj, hát arról nem is kell gondolni, mondjuk, mert tehát ne úgy képzeljük el, mint a földi szentély szolgálatában, hogy történik a dolgok. Testvéreim, mit olvastam az ígében? Építsetek nekem szent hajlékot. Vigyázz, hogy minden pontosan úgy csinálj, ahogy azt én elmondtam neked, megmutattam neked a hegyen 40 nap. 40 napig volt benne egyen Mózes, 40 napig nem szúrókált ott, hanem fontos dolgot vett át Istentől, a megváltási tervet. Miniatűrképpen, kicsiben megrajzolhatta a megváltás tervét, és ezt mind kellett memorizálni, és mind le kellett írni könyvben. Hogy Isten hogy rendezi el a bűnt, és van szabadulás a bűnből. Erre épül fel egyházunk tanítás, a szentély tanár. Ne fogadjatok el más tanítást. János jelenések könyvében látta azt, hogy megnyílott Isten templom a mennyben, és látta a szentek szentét, ahol látszott az Isten ládája, a szövetség ládája, a fény ládája, amelyben van Isten törvénye. Az erdő.
Tehát a mennyben, a mennyének a mintájára készítette Isten az ő házát ezen a földön, és ebben be volt mutatva a megváltási terv, a szabadulás terve. Ez az Isten hajléka. Hirdeti, ezt hirdetni tisztán és igazán. Isten méretlen szeretetét, amely árad az emberiségre, azért akar köztünk adni, és bemutatja a bűn bomlasztó, pusztító erejét és hatalmát, hogy óvakodjunk tőle, mert a bűn sodja a halál. Egyetlen gyógyszer van a báránybére, amelyre tekint Isten. Ha ez a bér engesztelő vér a mi bűneinkért, és nem csak bűnbocsájtó vér, hanem a maradékról azt írja Jelenés 12-ben, hogy meggyőzti Sátánt az ő vérében és az ő bizonságtételének beszédében. Krisztus vére, az engesztelő vér, amit bemutat a Szentlélek, nem csak bűnbocsájtó vér, hanem bűntörlő vér, és ennél több, bűnt legyőző vér. Hát mit kérhetnék jobbat, mit mondhatnék? Fontosabbat annál, az az imám, Istenem, ha fel tudsz engem használni egy ilyen parányi pórszemet, mert még az sem vagyok a végtelen világ mindenségben, ki annyiszor bemutattad nekem az élet értelmetlenségét nálad nélkül, olyan sokszor jártam meg a poklokat, a halál, és én mindig az élők közt vagyok, azért, hogy hirdethessem a szabadításodat. Hálás vagyok azért, hogy még egyszer eljöttem hozzátok. És ha az ő tervében úgy van, akkor még el fogok jönni hozzátok. Mert kedvesek vagytok végem, testvérek vagytok végem, Jézusban. Közelebb vagytok hozzám, mint vérszerinti rokonaim azok, akik nem szeretik az Úr Jézust, akik nem ismerik, nem értékelik az örök életet. Ti vagytok az én testvéreim, azt mondta Jézus, apám és anyám, akik hallgattok az Isten szavára. Áldjon meg Isten és tegye élővé, maradandóvá. Egy kicsit bejártuk az Isten hajlékát, elmenne külföldre, megtekinteni egy-egy kastélyt az emberek. A legszebb hely a Golgota, ahol az Úr értéket áldozta. A legszentebb hely az oltár, ahol volt a bárány vére, és ebben a vérben van szabadulásunk, győzelmünk és üdvösségünk. Erről a vérről kell beszélni, nem csak mind bűntörlő, hanem győzelmet adó vérről. Akkor fogjuk énekelni az örökké valóságon is, a vérről fogunk énekelni, mert a vérben az élet. Ezt énekelik a megváltottak, mint sok vizet zúglása, mint erős mennydörgés szava. Hallotta János a hazérkezett, megváltott seregnek az énekét, akik így énekeltek. Méltó, méltó a megöletett bárának. Senki nem méltó, ő egyedül méltó, hogy felnyissa a könyvet, annak pecsétjeit, és lefizesse drága vére által. Erről áradozik az egész Szentírás. Ezen épül fel, erről énekel Pál apostol a Kolossai gyülekezet levelében, erről kellene szóljanak az ige hirdetések a gyülekezetben. Azt mondja Pál apostol, hogy legyőzte a fejdelemséget Jézus. Nem erővel, nem karddal, vérével legyőzte a fejdelemséget, a hatalmasságokat, és úgy legyőzött ellenséget. Őket bátran mutogatta, diadalt vett rajtuk. Örök megsemmisülés vár a bűnre, örökre kiradírozza Isten a bűnt. Engedjük meg, hogy életünkben is megtörténjen a bűnbocsánat, az pedig akkor történik meg, hogy elismerjük azt, hogy igenis bűnösök vagyunk. Mert az első lépése a bűnbocsánat felé az, hogy ismerd el, hogy bűnös vagy. Segítsen Isten bűntudatra, bűnbánatra, bűnvallomásra, bűnjóvátevésre,
hogy jöjjön a bűnbocsánat, és jöjjön a bűntörlés. Amikor a nevünkre kerül a sor az ítéletben, hogy a nevünket törölje az életkönyvéből, mert csak azok nem imádják a fenelmat, akiknek neve be van írva az életkönyvében, és törölje minden védkeinket.